Csökkent a benzinára a szerbiai töltőállomásokon. A következő egy hétben így 3 dinárral olcsóbban, vagyis 191 dinár helyett 188 dinárért tankolhatunk benzint a kutakon. A gázolaj ára viszont nem változott, a dízel literenként továbbra is 214 dinárba kerül majd. Dubravka Djedović Handanović szerint annak ellenére, hogy némileg nőtt az üzemanyagra kirót jövedékiadó, a lakosság ezt nem fogja az árakon megérezni. Biztosított a lakosság ellátása, az árak pedig várhatóan stabilak maradnak, jelentette ki az energetikai miniszter. Kiállítás nyílt az Északbácskai Amatőr Képzőművészek körzeti szemléje alkalmából a Topolyai Művelődési Ház galériájában. A beérkezett alkotások közül 23 munka jutott tovább a tartományi tárlatra, melyet Törökbecsén tartanak meg november 12-én. Bravúros 2-2-es döntetlent játszott a TSC labdarúgó csapata az Olympiakos ellen az Európa Liga csoportkörének második fordulójában. A TSC arénában a favoritnak számító görögök már 2 góllal is vezettek, de a topolyaiak hősies küzdelmet követően Gyakovac révén előbb szépítettek, majd a meccs hajrájában Pántovics is betalált, így kialakítva a 2-2-es végeredményt.